Köszöntöm nézőinket. Egy idézetet szeretnék elmondani önöknek. A festészetet és a rajzolást nem lehet abba hagyni. Akkor is festek, ha alszom. Akitől az idézet származik, nem idegen ettől a háztól. Annyira nem, hogy éveken keresztül volt igazgatója. Baki Péter festőművész, Tolna megye egyetlen munkácsi díjasa. Jó napot kívánok, szervusz Péter. Szervuszok, jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Milyen érzésekkel léptél ide be? A kérdés érdekesnek érdekes, vegyes érzésekkel. Mondjuk így tudnám a legtisztességesebben megfogalmazni. Ki is lehetne fejteni, de nem feltétlenül szeretném. Túl vagy azon, hogy ezt már ki akart fejteni? Igen, túl vagyok rajta. Túl vagyok rajta, mert meggyőződésem, hogy az a káosz, amit a világban okoznak egyesek, az szépen leképeződik a kisebb közösségekre is, és a kisebb közösségek épp úgy nem tudnak mit kezdeni ezzel az egésszel, mint a világ nem tud kezdeni a saját maga által okozott káosszal. Ezt látom itt is, nem örülök neki, kicsit fáj a szívem érte, de igazából nem tudok tenni ellene semmit. Még majd beszélünk a Művészetek Házáról és arról a munkáról, amit abban a sok évben végeztetek, de mielőtt ideig eljutunk, menjünk egy picit visszafelé. Hát nem úgy indult a te karriered, hogy nagyon könnyen festőművész lehet belőled? Hát nem, voltak gondok. A főiskolára viszonylag nehezen kerültem be, bár ez sem igaz, mert a képzőművészeti főiskolára egyből fölvettek. Előtte az iparra próbálkoztam, és 3 év kellett ahhoz, hogy közöljék, hogy ne próbálkozzam, mert hát bizonyos okok miatt nem vesznek föl. Úgyhogy ne is próbáljak bejutni. És hát ez azért volt fájó számomra, mert még abban a hitben éltem, hogy filmes lehetek. De hát aztán az idők során rájöttem, hogy az nem az én világom, nem is erőltettem tovább, és amután felvettek a képzőművészeti, akkor még ugye főiskolára, ami egyetemi diplomát adott, de valamilyen oknál fogva főiskolának hívták, igen, mindig. Így ez a helyzet, ez úgy megoldódni látszott, ott olyan indítatást kaptam, hogy festő legyek, de aztán amikor befejeztem, lediplomáztam, akkor... Hát akkor megint beleütköztem néhány olyan falba, ami elgondolkodtató volt számomra. Volt valami kiállítás, ahol levették a festményedet? Hát olyan is volt, ez az első stúdió kiállítás volt, amit az akkor nemrég felépült várban lévő galériában nyithatott a stúdió, megkapta a stúdió ezt a lehetőséget. És hát Tóth Dezső elvtárs, már aki a párunknak, tehát nem csak az enyémet vették le, tehát a Vahorn Andrisét vették le tulajdonképpen, aminek az volt a címe, hogy a miniszter Mercedes elhallad a 4814-es italbolt előtt, ilyen picike kis rajz volt. Ezt levették, de aztán rájöttek, hogy ha egyet vesznek le, az nem olyan jó, úgyhogy levettek még egy párat, az enyém mellette volt Vörös Csíkos gondolatfoszlányok címmel, aminek semmiféle politikáját, akkoriban az ember nem is gondolt politikára, tehát eszünkbe se jutott, hogy ilyesmivel szórakozzunk. Azt is levették, de hát nem ez volt az első pofon ez ügyben. A Derkovics ösztöndíj, amire úgy készülhettem, úgy válogatták. Hát Kokas Ignác válogatta, meg a Dénes Gábor a munkáimat, és hát majdnem biztos volt, hogy megkaphatom, de aztán egy furcsa, sajátos történés miatt mégse kaptam meg, és aztán úgy szép lassan úgy kezdtem kikopni kiállításokról. Én sem nagyon erőltettem a dolgot, és egy időre tényleg abba hagytam. Hát ez egy jó kérdés. Nézd, hát én 1974-ben a képzőművészeti főiskolán kötelező művésztelep volt Leningrádban, arra se kaptam útlevelet. Tehát, hogy miért, nem tudom. Érdekes módon a családunk, hát az elég, hát hogy mondjam, nem örvenett túl nagy népszerűségnek, ugye a baloldali körökben, de
az akkori, pontosan nem a bal oldal, akkor nem volt bal meg jobb oldal, tehát az akkori hatalom szemében, de ez alól apám érdekes módon kivétel volt, és az anyám, úgyhogy ők, hát nem tudom, hogy mennyire meghaltak már szegények, mennyire volt komoly dolog ez részükről, lehet, hogy egyszerűen csak a megélhetés, az élni vágyás ingere volt, ők baloldali érzelmi emberek voltak, ezzel nem is volt semmi probléma, de ők voltak a családban a fekete bárány végül is, úgyhogy ez volt, és hát nyilván ez valamilyen módon visszaütött valakinél, ugye az iparművészeti főiskolán is itt ott, amott, de ez a Baki név sem csengett túl jól bizonyos körökben, amit én megértek, bár ehhez a Baki Lászlóhoz, aki miatt ez az egész létrejöhetett, ehhez vérségi rokoni kapcsolat nem fűzött. De hát azért az a név azért az egy elég jelentős szerepet játszotta, ugye a holokausztban, és azt hiszem, hogy ennek sok olyan következménye volt, amit én furcsa módon megtapasztalhattam negatív értelemben, de túl vagyok rajta, nem nincs jelentősége. Amikor elkezdtél dolgozni, akkor reklám területen kellett működnöd, igen, mert hogy egyébként nem volt más, mit csinálnod. Megalázónak érezted a helyzetet? Nem, hát az ember 20 évesen, 25 év alatt, 20 évesen, 30 évesen még nem érez megalázónak ilyen dolgokat. Úgy voltam vele, hogy lehetne tulajdonképpen sokkal rosszabb is, úgyhogy nem érdekelt. Úgy eldöntöttem magamban, hogy ez jutott, ebben kell valamit letenni az asztalra, mert azért veszteni sosem tudtam, sportoltam is, úgyhogy nem is szerettem veszteni, meg nem is tudtam, úgyhogy fel sem merült bennem, hogy én ezt a dolgot elveszthetem, vagy ezt a csatát elveszthetem, bár akkoriban még nem gondoltam, hogy festőként fogom leélni az életemet. Te mondtad. Olyan generációból származom, aki úgy nevelkedett, hogy a jó művész éhen hal, de legalább levágják a fülét. Igen, nem is pontos, de tényleg én mondtam, hogy minket tényleg úgy neveltek föl, hogy egy művésznek meg kell szenvednie azért, hogy jó művész lehessen. Az éhhalál küszöbén kell létezniük, ugye, mert hát a századforduló, vagy az azt megelőző időszak művészvilágára ez volt jellemző, sőt, még akkoriban is ez volt jellemző a kommunizmus elején, vagy az építendő kommunizmus elején, hogy egy művésznek visszamúlottan nagyon szerényen és szegényen kell élnie, bár azok a művészek ezt messze nem bizonyították, akik a hatalom kegyeltjei voltak, azok nagyon jól éltek a művészetből, tényleg egyeseknek nehéz volt, nem volt számukra lehetőség. Ez a 3TS keményen működött akkoriban, és hát én azért nem értettem, már akkor sem értettem ez a dologgal egyet, mert ha valaki keservesen éli az életét, az keserves képeket fest. Úgyhogy ez meg nem is biztos, hogy van kedve. A művészet az egy olyan dolog, hogy azt vagy 100%-osan csinálja az ember, vagy nem nagyon csinálja. Persze az én életem ezt ennek pont az ellenkezőjét bizonyítja, de amikor a művészetet csináltam, akkor a 100%-osan csináltam. Aztán egyszer csak eljött egy kiállítás valahol Európában, ahol egyrészt megtapasztaltad, hogy milyen az, amikor egy művészt művészként fogadnak, szemben azzal, amit itthon tapasztaltál. Mennyire változtatta meg ez a világról, a művészetről, meg a saját magadról alkotott képet? Minden tekintetben megváltoztatta, az tényleg egy sarokpont volt az életemben. Valamilyen furcsa véletlen folytán egy német galériás meglátta a munkáimat, meghívott Németországba, Wolfsburgba és Bréma környékén voltak kiállításaim, és tehát az a fajta fogadtatás, amiben ott részesítettek, ahogy fogadt
láttak egy művészt, azzal szemben, amit itthon tapasztaltam, az tényleg gyökeresen megváltoztatta a művészetről vallott, a művészekről és a művészethez való hozzáállásról a véleményemet. Hogy attól kezdve másképp láttam ezt a dolgot. Ott nem az történt, hogy megérkeztél a képeiddel a művelődési központba, és akkor a portás mondta, hogy ott van a szög, meg a kalapács, azt művészként rakja fel a munkáit. Amikor megérkeztem, akkor onnantól kezdve többet nem engedtek hozzá. Annyi volt a dolgom, hogy megmondja, hogy melyik kép hova kerüljön, és onnantól kezdve, hát... egy egész másfajta viszonyulással találkoztam, mint itthon, finoman fogalmazva, vagy nem túl finoman fogalmazva, a fenekemet kinyalták el. És tényleg egy teljes, tehát a tisztelet, a megbecsülés, az, hogy ez egy olyan produkció, amit én odavittem, amit ők hívtak meg, tehát nyilván nem ismeretlen festő mázolmányait hozták. Igen, tehát nem úgy nézett ki a dolog, hogy hát jó, hát itt vannak a falak üresek, hát meg kell valamivel tölteni, hát tegyük föl. Ez a változás, ezt, amikor hazajöttél, onnantól kezdve máshogy néztél önmagadra is, és egészen máshogy kezdtél el működni is? Azt hiszem, igen. Igen. Szóval ez egy olyan alapvető lelki és hozzáállásbeli változás okozott számomra, ami tényleg megváltoztatta. A művészethez, a festészethez, saját magamhoz, és egyáltalán a befogadóhoz való viszonyomat is. Tehát ez minden, tehát egy átfogó. Mikor jött el a pillanat, amikor elhitted magadról, hogy elhiszik rólad, hogy jó vagy? Ez így végig kell gondolnom, hogy is válaszoljak rá, mert én még mai napig is vannak kételjeim a festészetemmel kapcsolatban, meg magammal kapcsolatban. Tehát az ember, hogyha képzőművésznek áll, akkor, vagy bármilyen művésznek, akkor nem lehet sosem 100%-ig biztos magában. Mert mindig lehet jobban csinálni, mindig lehet másként csinálni. Hogy a többiek mikor kezdték el hinni, hogy én jó vagyok, és hogy mennyire vagyok jó, hát ezt tőlük kéne megkérdezni, ezt nem tudom. Igen, voltak pillanatok, amikor sikeres művésznek éreztem magam, voltak pillanatok, amikor sikertelen művésznek éreztem magam. Ezzel úgy el lehetett lavírozni, tehát alapvetően jó érzéseim vannak e tekintetben. Miért csináltál mást is, mint hogy fessél? És ebben mondjuk a tanítás is benne van, már a főiskola, meg hát ez a ház. Hát, hogy miért csináltam mást, ez valószínűleg a családomból adódó szüleimből. Tehát a mi családunk az soha nem volt egy ilyen visszahúzódó család. Tehát abban a közösségben, abban a kisebb csoportban, csapatban, nagyobb családban, egy faluban, városban, ahol léteztünk, ott mindig valamiféle módon a közösségért is tettek valamit. Tehát mindig is közösségi emberek voltak, valószínűleg ez már genetikusan is. És bennem volt, én nem hittem azt, hogyha egyszer valahova oda csöppenek, vagy direkt oda megyek, akkor nekem ott semmi más nem kell csinálnom, csak ülök a festőállvány előtt és festek, hanem részesévé kell válnom annak a közösségnek. Mert az a közösség, hogyha egyszer elfogad engem, befogad engem, akkor azon felül, hogy én a képeimmel hozzájárulok a közösség épüléséhez, azon felül még más is kell tenni. Ez vezérelt ebben a házban is? Mert amikor ide igazgató lettél, akkor ez a ház megtelt élettel. Egy csomó, én csak amikre én emlékszem, a jazz hétvégéktől kezdve, a zenei rendezvényekig, a különböző kiállításokig, tehát ez a ház egy egészen más stílusú ház lett.
Hát kedves, hogy ezt mondod, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy volt mire építenem. Tehát az Éva, Méri Éva itt megteremtett egy olyan alapot, amire lehet építeni. Én szerencsés voltam abból a szempontból, hogy ugye Budapestről jöttem végül is, és egy olyan kapcsolatrendszerrel rendelkeztem a kortárs művészek között, ami szinte überelhetetlen volt, mert a barátaim voltak az egyéb művészeti ágokban szereplő, alkotó, kiváló művészek. Úgyhogy ennek volt egy ilyen szerencsés vonulata is. De igen, én tényleg azt hittem, és úgy gondoltam, hogy én itt kapok Szekszártól, kaptam ugye, hát nem Szekszártól, azt az államtól, kaptam a műtermet, kaptam ezt a lehetőséget. Úgy kaptam ezt a lehetőséget, hogy nem kergettek az asztal körül, hogyha nem voltam valahol igazgató, tehát nem így alakult a dolog. Igen, ez egy ilyen kölcsönösségi alapon működtethető ügy lehet csak. Tehát én így gondoltam első pillanattól kezdve. Mi vezetett arra, hogy részt vegyél olyan közösségi ügyekben, mint például a II. Világháborús emlékmű? Hát egyrészt az alkotás vágya, másrészt az a fajta tisztelet, az ősök tisztelete, a gyökereimnek, a saját gyökereimnek, mások gyökereinek a tisztelete. Tehát ha az ember nem tud visszanézni a múltba, nem tud valamilyen módon tisztelettel viseltetni az ősei iránt, elfogadni, megkeresni, megtalálni azokat a pozitívumokat, amit az ősei letettek az asztalra, akkor nem tudja építeni a jelenét, a jövőjét, meg pláne nem. Tehát ez egy baromi fontos dolog, és én úgy éreztem, hogy nekem lévén állítólag ehhez van tehetségem, képzőművészetekhez, a képzőművészetekkel való együttéléshez, és ezt mind a két oldalról, tehát akár szervezőként, és a kiegészítő művészetekkel, vagy hát elnézést, nem kiegészítő, a társművészetekkel. Úgyhogy én nekem ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy részt kell vennem ezekben a dolgokban. Egyre többször visszanyúlok a Bibliához, érdekel Mária és Erzsébet kapcsolata. Alapvető emberi tisztesség és emberi gondolatokkal szeretnék foglalkozni. Ez is te vagy. Igen, tehát a Biblia nálam Háfenser Károlyal talán sokan emlékeznek Károlyra, Karcsi barátomra. Ő nyitotta tavaly Almádiba a kiáltásomat, egy fantasztikusan jó megnyitót tartott. Nagyon sokat beszélgettünk akkoriban erről a dologról. Szóval nekem a Biblia, én nem vagyok templomba járó ember. Tehát, nem vagy vallásos, de hívő vagy. Tehát nem tudom. Tehát ez a hív és hívő, hívő lét, ez szerintem hit nélkül nem lehet létezni. Tehát ez akár miben hiszel, nem mondom, hogy mindegy, hogy miben, mert nem mindegy szerintem. De hit nélkül nem lehet létezni. Az a fajta hit, ami engem mozgatott és engem vitt előre, a művészetben való hit, az emberekben való hit, az emberiségben való hit, annak ellenére, hogy szerintem teljesen rossz irányba megy a jelen pillanatban, de én valahol hiszek az emberekbe, hiszek az emberiségbe. A Biblia számomra egy olyan nem teljesen helyes a megfogalmazás, egy olyan olvasmány, amiből minden egyes alkalommal, ha az ember a kezébe veszi, tanulni tudsz. Azok a szereplői a Bibliának, akik később lehet, hogy szentté váltak, ezzel az almazzá váltak, vagy akár Jézus alakja is, hétköznapi húsvér emberként élték az életüket, tettek jót, tettek rosszat, és ezek a jó-rossz, a lélekkel való azonosulás, saját lelkének való kutatása, ezek mind olyan emberi problémák, amik állandóan léteznek. Léteztek akkor, léteztek a középkorban, a reneszánszban, és léteznek ma is. Ezek nélkül nem lehet az emberi életet elképzelni. Tehát egy ember nem tud létezni ezen gondolatok nélkül, nem tudsz létezni szeretet, gyűlölet nélkül, kíváncsiság nélkül. Tehát ezek mind hozzátartoznak
a mindennapjainkhoz, és ezek a bibliai alakokban, illetve azokban a történésekben fantasztikusan jól és szinte örökérvényűen megfogalmazottak. Én csak használom ezeket a dolgokat tulajdonképpen, néha egy kicsit másként, meg néha egy kicsit profán módon. Ugye hát a Máriás Erzsébet találkozása a Szekszárdi Kadarkával képe, a karcsit is megkökkentette egy picit, azt hiszem. Meg hát vannak furcsa megfogalmazások, furcsa megformálások abban a vizuális közegben, amiben én ezt feldolgozom, de a lényeg ez, amit az előbb mondtam. Mit jelent neked a barátság? Hát... fura dolog, mert igazából nincs sok barátom. Nincs sok barátom, ráadásul a legjobb barátaim közül ketten nem túl korán, hanem elmentek úgy, hogy nem beszéltük meg előtte ezt a dolgot, hogy el akarnak menni, és nekem sokat jelent. Sokat jelentett. Majdnem azonos értékű egy olyan kapcsolattal, amit csak a családon belül tud az ember megtalálni, rádöbbenni, bizonyos értelemben több is, mint egy rokoni kapcsolat, egy családi kapcsolat. Ugyanakkor hát a barátság az, ami, tehát a barátaidra tulajdonképpen mindig számítanod kell. Számíthatsz, ha nem, akkor az nem teljesen tiszta értékű barátság. Valószínűleg ezért van kevés barátom. A Lányi Péter elvesztése az egy nagy törés volt az életedben? Olyan értelemben volt nagy törés, ahogy az előbb ezt felvezettem, hogy nem beszéltük meg, tehát tudtuk, minden nap téma volt, hogy beteg, de valahogy soha nem készültünk arra, hogy elmegy. Úgyhogy hogy meghalt, és én tulajdonképpen nem is voltam itt Szekszárdon már akkor, amikor ő meghalt, és ahogy ezt megtudtam én, az visszafogott sokáig, hosszú ideig, megfékezte a mindennapjaimat, de mondom, valahogy nem készültünk rá. Tehát azzal együtt, hogy tudtuk mind a ketten, sőt, hát amikor, akkor már én is ugyancsak egy hasonló, más jellegű, de hasonló betegséggel küzdöttem, úgyhogy furcsa egy dolog volt ez, fura egy elválás volt. Mai napig is hiányérzetem van Péterrel kapcsolatban. Jó lenne, hogyha még lenne. Az alkotás az idő múlásával nem öregszik. Ha ránézek egy képre, mindig több lesz, mint amikor készítettem. Olyan ez, mint a bor? Nem tudom, hogy olyan, mint a bor, mert a bornak azért vannak határai. részben az idősödéssel, részben azért megisszuk. Legalábbis remélem, hogy a javát megisszuk. Úgyhogy a képzőművészet, igen, de azért a hasonlat nem rossz, tehát végül is igen, helytálló. Egy jó mű minden egyes korban valamit hozzá kell, hogy tegyen a kor jelenéhez. Tehát egy utolsó vacsora az mindig kell, hogy valami többet is mondjon annál, mint amit akkor mondott, amikor elkészült a mű. Az évszázadok során több utolsó vacsorát festettek. Tehát egy képzőművészeti alkotásnak szerintem mindig, egy jó képzőművészeti alkotásnak mindig minden pillanatban az új befogadóknak kell valami újat is mondania. Tehát így, ilyen értelemben örök életű. Van még üzeneted?
üzenetem? Igazából azt hiszem nincs. Talán az, ami lenne, az olyan hosszú, hogy nem lehet itt elmondani, mert időben nem lehet elmondani. Tehát most, hogy ezt kérdezted, hirtelen annyi minden jutott eszembe abban a pillanatban, hogy mi mindenről kellene üzenni, erről a káoszról, az, hogy tönkretesszük a világunkat, az, hogy fölégetjük magunk mögött az erdőt, és nem nyerünk vele termőföldet. Tehát, hogy a festészettel kapcsolatban, művészettel kapcsolatban, mert hát az, ami ma a civil világban lejátszódik, az a művészetben is tükörként megjelent, tehát tükörképként ugyanúgy megjelenik, tehát ugyanolyan zűrzavar van a művészeten belül is, ennek számos példáját láthatjuk nap, mint nap, hogy nagyon nehéz egy üzenetet megfogalmazni. Van egy, ami ugye a 60-as évekből úgy megmaradt, és ez mindig végig kísérte az értelmet, hogy szeressük egymást. Köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.